Sziasztok, jó napot kívánok, az M3 autóparkban vagyunk. Zoknifej Peti vagyok, hadd mutatkozzam be nektek. Egy Mazda 323 F-et mutatunk, és ugye mindig én a jóval kezdem, és csak azt sorolom, ennek ki van törve az irányjelzője, hogy valami rosszat mondjak az autóról. Amúgy viszont nagyon szép piros színű, tehát hogy ellensúlyozzuk ezt a rosszat is, és szép alufelnik vannak rajta. Szépen duruzsol a 90 lóerős motor benne, és lehet vele jól közlekedni, hiszen kis mogorva ez a kis Mazda. Ötajtós autót nézegetünk, ami itthoni magyarországi forgalomba helyezésű, van neki bőséges műszaki vizsgája, már is megnézzük, 2015 és 5. hóig van ugye műszaki az autónkon, tehát teljesen így egybe van, rendben van, használható állapotban van, csodát azért ne várjunk tőle, maximum annyit, hogy jól szól benne a zene, és jelen pillanatban az autó teljesen használható állapotban van. Hátul könyök, támasz és plüskárpi, ugyanez ugye természetesen előről is, és ezen kívül van egy nagyon szép bőrkormányunk, ami nincs szétszakadva, és 219-869 az óra állásunk, és ugye szépen beszél a Fordot, mint mondottam, ez egy kis pörgős motor. Ezen kívül CD rádiónk van, és 5-ös váltónk. Tulajdonképpen ettől sokkal többet nem tudok elmondani róla, de el kell jönni ide hozzánk az M3 autóparkba, meg kell nézegetni, ki lehet próbálni az autót, és el lehet dönteni, hogy ez kell nekünk, vagy nem kell nekünk. Szerintem kell, úgyhogy a viszontlátásra, gyertek be hozzánk mi hamarabb.